Köszönöm szépen Puskás Zsoltnak az előadását, és zárszóként engedtessék meg nekem, hogy az a jó zárszó, ami nagyon rövid, mert elengedi az embereket, és én összesen három diát szeretnék levetíteni, és abból egyet nagyon fontosnak is érzek. Meg kell hajtanunk a fejünket és a zászlót azok előtt, akik nincsenek itt. Ha valaki ezek közül él, attól elnézést kérek, az hosszú életű lesz. De sajnos az az érzésem, hogy nem. És engedjék meg, hogy ezt a névsort felolvassam, nem teljes. Ezt hozzá szeretném tenni. Simkó János, aki a 70-es években gyakorlatilag vezényelte ezt az egész számítástechnikai indulást a minisztériumban. Paksi András, aki átvette ezt a stafétabotot. Dévai Zsuzsa, aki finanszírozta. Balog Jánosról már volt szó, szintén nagyon nagy tudású ember. A kis acél, az Acél György, a miniszterhelyettes. Hutás Imréről volt szó, Naszladi Attila, Schweiger Ottóról volt szó, Szentgáli Gyuráról. Muszka Dánielt meg kell említeni Szegedről. Győr Istvánról volt szó, Fedina Lászlóról volt szó, Mányi Gézáról volt szó, Szoboszlai Sándorról volt szó, Szepes Róbertről volt szó, Cilich Párról nem volt szó, Amedikortól. Nagyon fontos személy volt a 8-bites fejlesztésbe és a hálózati fejlesztésbe. Csáki Frigyes professzorról, az automatizálási tanszék a BMR-ről. Benedek Szabolcs sorok között szerepelt a neve, Bordás Istvánról volt szó, Széphalmi Gézáról kell beszélni, és azt hiszem Kozman Györgyről, aki szintén távozott közülünk. Köszönjük nekik azt, amit tettek, és itt a helyük köztünk, és tényleg élnek velünk, mert utánuk tudunk nézni, gondolni tudunk rá. És azt engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy az élet, ha szép és boldog, akkor egy játék. Mert ugye mindannyian nem azért élünk, hogy önmagunkat megvalósítsuk, hanem szembenézzük azokkal a kihívásokkal, amiket az élet velünk szembe állít. Benne vagyunk a történelem hatalmában, megéltük, rendszerváltoztatást éltünk meg, és egymásra voltunk utalva végig. Ezért arra kellene gondolnunk, hogy nem azt, hogy mi mit szeretnénk, hanem meg kell kérdezni magunktól, hogy mire vagyunk jó, és mivel tudunk hozzájárulni a világhoz. Akkor látni fogjuk, hogy nem a kényelmességben, a könnyedségben, a nem törődömségben teljesedik be az életünk, hanem éppen abban, hogy vállaljuk a kihívásokat, és nem kerüljük el a rögös utat. És ha ezt így tesszük, akkor minden más unalmas lesz. A mi életünk nem volt unalmas. Az, hogy a címben van, a flow érzés szinte hatalmába kerített mindannyiunkat, amikor dolgoztunk. És csak is annak az embernek teljesítik be az élete, aki lángra lobban, aki felesmeri magában a hívást, a hivatást, egy eszmét, amelynek meg kell felelnie, aki ezt az egészet magára vállalja. Miként mondani ont szokták, nem a szerzésben, a kényelemben válunk gazdagá, hanem az ajándékozásban. Mindannyian ajándékoztunk valamit ennek a 10 millió embernek és a jövendőnek. Azt, amin állunk ma, ahogy mondtam a bevezetőbe. És kedves kortársaim, ne csüggedjetek! Fiatal mindenki lehet, de idős csak a java. Úgyhogy köszönöm, hogy együtt lehettünk. Szervusztok!